Vajdics András neve nem ismeretlen az ercsiek számára. Élete szorosan kötődik a vízhez és az úszásoktatáshoz, legyen szó bármilyen korosztályról. A következőkben arról fog beszélni, hogy milyen új mozgásformákkal és programokkal várja a kicsiket és a nagyokat. Megkezdődtek az egészségfejlesztési iroda égisze alatt zajló programok, ahol most állunk, a városi sportcsarnok lesz az otthona a mozgással kapcsolatos programok javarészének. De mik ezek konkrétan? Konkrétan ebbe két vízitorna tartozik, egy úszásoktatás és egy zenés gimnasztika. Hogy néz ki egy ilyen foglalkozás? Én úgy tudom, hogy ez mindegyik egy óra időtartam alatt van. Hát igen, egy óra, 45 perc, 50 perc, attól függ, hogy mekkora a terhelés, meg milyen korú résztvevők vannak ezeken a foglalkozásokon. Hát elsősorban prevenciós jellegű, másodszorban rehabilitációs jellegű, és én úgy gondolom, hogy az első év vége fele meg már fitness jellegű lesz az egész, tehát addigra már annyit fejlődnek a résztvevők, hogy akkor már egy magasabb fordulatszámmal lehet dolgozni velük. Ezeket a mozgásokat, ezeket a mozgásformákat egyébként mennyire kellett hozzáalakítani a program lényegéhez? Hát ezt inkább az emberekhez kell hozzáalakítani, tehát akik ide jönnek, azokat tudom úgy terhelni, amilyen életkorúak, amilyen terhelési sajátosságokat hordoznak magukba, illetve amilyen problémáik vannak, ha vannak. Mennyire lehet speciálisan külön egy-egy emberrel foglalkozni? Most szerencsém van, mert gyakorlatilag ilyen hasonkorú, főleg a nyugdíjas korosztályból jöttek érdeklődők egyelőre, de meg lehet oldani a differenciálást, akkor úgy csináljuk, hogy azok, akik fiatalabbak, azok nagyobb terheléssel fognak dolgozni. Már túl vagyunk egy vagy két ilyen foglalkozáson, de mégis azért vázoljuk nagyjából, hogy néz ki egy ilyen foglalkozás. Mondjuk egy ilyen vízi foglalkozással kezdeném, akkor gyakorlatilag egybe van nyújtás, lazítás, állóképességfejlesztés, van egy kis relaxáció a végén, így néz ki egy foglalkozás. A szárazföldi foglalkozás az főként az elején egy lassú, inkább nyújtólazító, testtartásjavító és erősítő jellegű, és onnan fogunk kezdeni az állóképességet fejleszteni. Ugye ez egy másfél éves program, mi a végén az elvárt eredmény, tehát mi az, amire számítanak, mit lehet elérni ezzel? Arra számítunk, hogy egyrészt ugye mindenkinek rendeződik majd a keringése, légzése, valamilyen szinten megszűnnek az ízületi problémái, és azt hiszem, hogy lelkileg is egy nagyon fontos időszakon lesz túl, mert aki erre képes, hogy másfél éven keresztül eljöjjön és rendszeresen mozogjon, annak biztos, hogy lelkileg is meg fog változni a személyisége. Az nagyon nagy kérdés egyébként, hogy ezt a korosztályt, amiről most ön beszélt, mennyire lehet megmozdítani, mennyire könnyű ez egyáltalán? Én azt hiszem, hogy ez a korosztály, aki most jelen van, jelenleg őket könnyebb, mert ők már nem dolgoznak, tehát szívesen jönnek, több szabad idejük van. Talán azt a 18-tól 40-ig, 45-ig azt már sokkal nehezebb, mert ők már éjjel-nappal dolgoznak szinte. Aztán itt a rendszeres heti foglalkozásokon kívül lesz egyéb is ilyen másfél éves programban, gondolok itt a családi napokra. Igen, az első az itt lesz a csarnokban, február 23-án, mindenkit szeretettel várunk. A második pedig április közepén lesz Martonvásáron. Ez itt egy belső, egy zárt téri program lesz, az pedig egy szabadtéri, változatos programokkal. Itt egy olyan egyszerű programmal kezdünk majd, mint a labdarúgás, hogy hozzászoktassuk az embereket, felnőttekkel, gyerekekkel egyaránt. A vízbe fogunk dolgozni, és Martonvásáron viszont egy sokkal komplexebb program lesz, az evezéstől kezdve, a Nordic Walkingon át a futás, a kalandparkot, másokkal nagyobb dolgokra leszünk képesek. Visszatérve ezekre a heti programokra, fontos elmondani, hogy mikor vannak ezek pontosan? A vízitorna az reggel 7:30-tól 8:00-ig van, kedden és csütörtökön, és a zenés gimnasztika az pénteken 16 órától, illetve az úszás oktatás, illetve az úszás technika javítás, az pedig 17 órakor szintén pénteki napokon. Egyébként ezek a jelentkezők kinél jelentkeztek? Önnél, vagy pedig klasszikusan az irodán keresztül érkeznek ide?
Hát van, aki nálam jelentkezett, és elküldtem az irodához, és fordítva is lehet, tehát nálam is lehet jelentkezni, és akkor én megkérem, hogy menjenek el az irodába. Még hány fő jelentkezésére van egyáltalán lehetőség? Illetve mi történik akkor, hogyha túljelentkezés van? Ezt nem tudom megmondani, hogyha túljelentkezés van, akkor mi van. A szárazföldi részen akár 40 ember is elfér, ott nincs gond, hát az uszoda azért korlátozott számú résztvevőt, egy ideális létszámot 10 fő, de mondjuk a gimnasztika esetében, tehát a vízi gimnasztika esetében azért ott is tudjuk úgy a helyzetet alakítani, hogy 15-en elférnek, de sajnos nem kell félnem attól, hogy túljelentkezés lesz, én úgy érzem. És hogyha már jelentkezésről beszélünk, akkor mondjuk el azt is, hogy hol lehet, milyen telefonszámon, milyen e-mail címmel jelentkezni. Az én e-mail címem az erciisi@gmail.com, illetve a telefonszám az 0670 364 9576-os.